Az elmúlt hónapokban több olyan szabály változott meg, amely a fogyasztók jogait érinti. Szavatosság, jótállás, fogyasztói szerződések, többek között ezekről rendeztek előadást a vállalkozásoknak Nyíregyházán a Kereskedelmi és Iparkamarában. A megyei békeltető testület elnöke szerint az új szabályozás egyértelműen a fogyasztói jogokat erősíti. Fontos változás az is, hogy az Európai Unió által megfogalmazott irányelveket a nemzeti jogszabályokba is át kell ültetni. Első helyen kell említenem az új polgári törvénykönyvet, ami március 15-én lépett hatályba, és az ehhez kapcsolódó úgynevezett végrehajtási rendeleteket, ami a kormányrendeletek, illetve a miniszteri rendeletek, valamint egy másik előadásnak az a indoka, hogy az Európai Unió irányelve kötelezővé teszi azt, hogy a irányelvben megfogalmazott szabályokat a nemzeti jogszabályokba is bedolgozásra kerüljön. Ennek a kormány, ennek a feladatának most február 26-án megjelent kormányrendeletben tett eleget, ami június 13-án fog hatályba lépni, így nagyon szoros a határidő, hogy megismerjék azok, akiknek ezt a jogszabályt alkalmazniuk kell. Jelentős változás, hogy új elemként jelent meg a szabályozásban a termékszavatosság, amely a fogyasztóknak azt a jogát fogalmazza meg, hogy panasza esetén közvetlenül a termék gyártójához fordulhat, és kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését. A fogyasztónak ez a joga egyébként a termék forgalomba hozatalától számított 2 évig áll fenn. A kamara további előadások megtartását is tervezi az elkövetkező időszakban, hogy minél több jogszabályi változásról értesüljenek a megye érintett vállalkozásai.